No, és akkor most túl vagyunk az év kezdőképletén. Ugye alapvetően spirituális év, hiszen jangfa sárkány év, és amit mutattam, hogy rengeteg spiritualitás van a kezdőképletben, ráadásul a képlet az befelé táplálkozik, tehát a külső erők mind azt támogatják, hogy belülről épüljünk. Tehát mindenképpen ott van a spiritualitás. És akkor most megint fordítok egyet a kamerán, hogy megmutassam, március, április és októbernek az indulótátum. Itt van tehát március, ami alapvetően úgymond egy visszafogott nyúl hónap, mégis ott van, milyen napon indul, egy jó kis jangföld sárkány napon. Vagyis megint megjelenik a fájkong, megint megjelenik a sárkány, két sárkány is van a képletben. És csak hogy megint csak nem maradjunk vadság nélkül, ott van a tigris is. Úgyhogy ez is egy elég vad hónap lesz, bár ez még visszafogott, az áprilishoz képest, ahol pedig nem egy, hanem kettő fájkong van, hiszen ott van egy jankföld kutya, ott van egy yangföld sárkány. Ezen felül még csak úgy mellesleg a periférián ott mozog két sárkány. Tehát megvalósul az éghálója, megvalósul a sárkánytükör, megvalósul, én nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy fájkong tükör, de hát konkrétan két fájkong van. A képletben, amit mondtam, ez a hadvezéri, nagyon spirituális, nagyon érdekes uh, jegy, tehát egy, egy, egy fájkong az mindig nagyon érdekes dolgokat jelez, és főképp egy induló képletben, tehát Isten óvjon minket áprilisban, főképp akkor, hogyha még esetleg akár kígyó, akár... Uh, uh, sárkány, akár kutyanaphoz érünk. És aztán még, ami megint csak érdekes, ugye a ha, a, az október szintén spirituális, hiszen ott e, kutya hónap van. Hát és mit ad Isten? Hát, oda nézzenek. Sárkány évben, kutya hónap, sárkány napon indul, kutya órában. Azt a jár mindeni. Tehát itt mondjuk nincsen fájkong, itt csak éghálója van duplán. Meg a sárkány tükör van duplán. És ezen felül négy darab jangfa fölül. Hát atya úristen, hát olyan makacsok leszünk, és közben annyira tehát nem fogunk engedni, mindenki a saját spiritualitásában fog mozogni, és nem enged a saját nézetéből. Tehát uh, itt azért elég nagy vadságok lehetnek, ha csak nem kioltják egymást, de hogy alapvetően, hát uh, már csak, hogyha sorbintának nézem, akkor is jól néz ki. És ez egy képlet, ez egy induló képlet. És akkor hozzáteszem még, hogy agresszív pénzstruktúra, ami ad hozzá egy jó kis feszültséget, szóval, el, és ez csak három hónap volt gyerekek. Mondjuk a többi az nem ennyire volt, azt meg kell, hogy mondjam, de elég érdekes azoknak az indulása is. De ez a három, ez nagyon durva.